A stúdió vendége, Nagykörös polgármestere, dr. Cira Szabolcs. Folytatjuk a Cegléd vonzás körzetében történő barangolásunkat. Köszöntöm, polgármester úr, köszönöm, hogy eljött. És köszönöm a meghívást, és köszöntöm én is a nézőket. Polgármester úr, akkor az előző beszélgetésünk sorvezetőjeként kezdjük ezt is költségvetéssel. Mit tud felmutatni Nagykörös? Most visszaélek azzal a helyzetemmel, hogy én, mint vendég vagyok, és hoztam egy kiadványt, amit nagy szeretettel átadok, ez tiszta szívből szeretettel Nagykörös. Ez egy 20 éves visszatekintés az én polgármesteri időszakomra. Ebben benne van az elvégzett munka egy része, illetve a jövőben mutató elképzelések. Majd ezt átolvasásra itt hagyom. Ezt most adtuk ki. Ez polgármester úr jegyzi? Hát ez úgy van, hogy ez az, amit közösen csináltunk a nagykörösiekkel ebben a 22 évben. Még én polgármester voltam. Hát ez új, ezt most... Ezt mi adtuk ki? Egy visszatekintés. Igen. Na tehát azért, mivel ceglédi közönség nézi ezt általában, azért hagyd mondjak egy-két számot, tehát mi egy kisváros vagyunk, sokkal szerényebb költségvetéssel, mint mondjuk Cegléd, és csak viszonyításképpen nem nagyon szeretik az emberek a számokat hallgatni, mert nincsenek benne igazából, de azért viszonyításképpen nekünk töredéke azért a ceglédi költségvetés, ez a nagykörösi, nekünk 5,8 milliárdos a költségvetésünk, és ugye ebből, amiket meg tudunk valósítani, az szerintem elismerésre méltó, hiszen mi takarékos gazdálkodással visszük a városunkat, mi likvid hitelt sose veszünk föl, hitelünk nincsen, már régóta, mióta konszolidáltak bennünket, és azok a fejlesztések, amik eddig voltak, azok ebben a hátralévő időszakban, ebben a ciklusban, azokat majdnem, hogy mindet önerőből valósítottuk meg, mert a toppos pályázatokra majd ezután fogjuk a pénzeket megkapni, és az lesz a jövő. De akkor hagyd kezdjem néhány dologgal, ami talán érdekelheti a hallgatóságot is, aki nézi a televíziót, hogy nálunk a béremelés egy nagyon lényeges kérdés volt. Az Arany János Kulturális Központhoz tartozó dolgozóknál egy 15%-os béremelés, az óvodai dolgozóknál 32%-os béremelést hajtottunk végre, a Humán Központnál 23%-os, tehát én azt gondolom, hogy ez azért segíti az infláció követést, és a hivatali dolgozóknál 10%-os volt a béremelés. Ugye ez lényeges az, hogy honnan indultunk el, tehát azért a kiinduló szám miatt volt ez, hogy a hivatalban 10%-os a béremelés. Nem mindegy. Nem mindegy, pontosan így van. Nagyobb bevételeink nekünk az államtól van, 2 milliárdos bevétel is, és ami a béleti díjba, a bácsvíz, stb. Ezek nem olyan nagy összegű bevételek, de nekünk ez is soknak számít, amit a víziközműre kell célzottan fordítani. De néhány olyan dolgot hagyd mondjak el, hogy mi mire fordítunk, mint város, amit esetleg más település nem tesz meg. Ugye mi fönntartunk egy önkormányzati tűzoltóságot. Tehát a gazdag településeken, megyeközpontokon, nagy városokban, ott az állam tartja fönt. Mi magunk kell, hogy fönntartsuk, valamennyi pénzt azért kapunk az államtól. De a döntő többségét az 43 millió forint. Így van, 43 millió forintot mi az önkormányzati tűzoltóságra fordítunk. Tehát ez azt jelenti, hogy még mások esetleg ezt fordíthatják sportra, fejlesztésre, egyéb más kulturális tevékenységre, mi 43 millió forintot az önkormányzati tűzoltóság. Nekünk ez egy biztosíték, hogyha bármi van, onnan a mi csapatunk el tud indulni. Igen, de én már régen mondtam, hogy jó lenne, hogyha ott ez is állami tűzoltóságba menne, ha nem a város költségvetését biztosítanak. Van erre remény? Nem tudom, egy időben elindult ez a folyamat, de azt hiszem Pest megyében 3 önkormányzati tűzoltóság maradt, hogyha jól tudom, és azok társulásként tartják fönn. Hát mi a két kis települést ugyan ellátjuk, de onnan nem kapunk támogatást, de ez nem panaszképpen mondom. Ami különlegesség lehet, például mi az épített örökségre adunk pénzt, a homlokzatok felújításához a régi polgári házaknál segítjük, ugye ott terveztetni kell, szint kell jóvá hagyattatni, stb.
és így a homlokzat felújításához mi bizonyos összeget adunk. Ez a bekerülési összeg bizonyos százaléka, tehát azért nem akarok számokat mondani. De például a járdaépítést mi úgy hajtjuk létre egyrészt a város különböző területein, hogyha a lakosság is hozzájárul. Mi odaadjuk az anyagköltséget, a lakosság pedig az erejét, a munkaerejét adja hozzá, vagy kalákába megcsinálják, vagy pedig valakinek azt kifizetik, de így mi 8 millió helyett 16 millióért tudunk járni. De akkor ez egy működőképes gyakorlat? Az, ez több évre visszaállított gyakorlat. Azon kívül mi elkötelezett vagyunk a zöldváros mellett, a fásításban is részt veszünk minden évben, akik igényelnek az utcájukba fákat, azokat mi finanszírozni szoktuk. Na most, hogy milyen fejlesztések folynak a városban, ugye ez egy nagyon lényeges dolog. Ezek a folyamatban lévő fejlesztések, amiket most amit említeni fogok, tehát ami nem a város költségvetéséből, hanem egy KEOP pályázatból történik, egy ivóvíz minőségi javító beruházás folyik 1,7 milliárd forintért. Nem kis tétel. Nem, ebbe kutat fúrtak, biológiai tisztítót építenek. Nem rossz a víz jelenleg se Nagykörösön, de még jobb minőség lesz a víz, és ezen kívül pedig hálózat rekonstrukcióra is sor kerül belőle. Ezt folyamatosan végzik, és ez a jövő év folyamán nagy valószínűsége be is fejeződik. Amit saját erőből, amire nagyon büszke vagyok, amit megvalósítunk, 12 utcát burkolunk le az idén, vagy fölújítunk, azon kívül 90 millió forintért játszótelyet építünk. Most Európai Uniós forrásból épbölcsödét adtunk át, mintegy 300 millió forint értékben, két csoportszobával 28 félőhelyjel bővítettük a bölcsödét, és azon kívül még Nagykörösön nagyon kevés a szálláshely, nincs komoly nagy szálloda, és így mi a magunk módján próbáljuk a Pálfájai parkerdőben építünk szálláshelyeket, mindegy 60 millió forint egy házat, és családok kibérelhetik. De ez egy nagyon hangulatos és nem drága szálláshely lesz. Ha már a szálláshelynél vagyunk, érdemes lesz a Safariba is kilátogatni és fölmenni a honlapjukra. Ők is szálláshelyeket építenek, hoztak be Olaszországból ilyen mobil faházakat, 6 személyes, 4 gyerek és 2 fölnőtt, ott flekkenezhetnek, szauna van mellé, ott van a tó mellett, szenzációs egy megoldás. Már tömegek jelentkeztek, miután nyit majd a Safari. Polgármester úr, egy kérdés így közben. Safari Park, mekkora, mert nyilvánvalóan volt hatása, mekkora hatása volt a város látogatottságára? Én azt látom, hogy egyre többen belátogatnak, akár a múzeumot fölfedezik, akár a város csapódik máshoz is a város. Tehát ugye Nagykörösön nagyon kiváló fagylaltozók vannak, és azoknak a forgalma felugrott. Van egy kiváló cukrászda, amelynek minőségi prémium termékei vannak, annak a forgalma felugrott. A vendéglátás, a környéke, de nem csak Nagykörösön, a Csemő környékén levő kisebb vendéglátó egységek forgalma is megugrik. Tehát ez egy óriási lehetőség, és én továbbra is arra bíztatom a körösi vállalkozókat, erre fűződjenek rá, menjenek ki, hirdessenek, csalogassanak a városba az embereket, de most már Nagykörösnek híre van, hogy ilyenkor, amikor kipattannak az első rügyek, és megjelenik a tulipán, illetve a különböző hagymás virágok, akkor érdemes ellátogatni. Ma már gyönyörűek a parkjaink, és ez így lesz egészen késő őszig. Tehát virágba borult a város, tulipán, játszint, rügyfakadás van, úgyhogy érdemes Nagykörösre jönni. Sőt, nyit a Safari a hétvégén, tehát a húsvéti hétvégén fog nyitni. Hát ami érdekességén már kint voltam, lesz egy víziló is, ami nem, tehát az nem simogatható, mint a többi állat, de azon kívül ő, ahogy mondtam, a szálláshelyeket bővíti, és azon kívül különböző olyan kis dolgokat visz be, hogy a gyerekek egész nap el fognak ott botorkálni, hiszen van olyan, hogy a hófehérke és a hét törpe kis falut építettek, amit csodálkoznak a gyerekek, azon kívül hajóhinta, karibi hajóhintának hívják, és azon kívül van egy új selfie fal, ahol az állatok mozognak, de hát ezek ilyen műanyag állatok. Úgyhogy tehát egyrészt ennyit a Safariról, de még hagyd mondjak annyit, hogy amit mondtam a költségvetésből, azok a projektek már elindultak, és hát azon kívül még
több dolog is van, de hála Istennek most már a top pályázatoknál, top plusz pályázatoknál Nagykőrös is sorra kerül a megyében, eddig mi a többire nem pályázhattunk. Komoly tervekkel vágunk majd a jövőnek neki. Élhető település pályázatnál ott 1,1 milliárdos összegben pályázhatunk, belterületi utak felújítása, energetikai felújítása, városházára ráfér a nyílászárókat felújítani, a homlokzatot elkezdünk már felújítani. Ha nem tudunk sok pénzt ebből a forrásból biztosítani, mert ez főleg energetikai pályázat, akkor önerőből kell ezt megvalósítani. Azon kívül új óvodát fogunk építeni. Én azt gondolom, hogy vadonatúj óvodát, 5 csoportszobás vadonatúj óvodát, már a tervek készen vannak. Amint jóvá hagyják a terveket, elkezdjük a közbeszerzést kiírni, és akkor indítjuk az óvoda fejlesztést. Azt gondolom, hogy sok olyan óvodánk van, amely nem annak épült, tehát régi polgári házakban vagy kúriában van az óvoda, nem biztos, hogy a legalkalmasabb, de mindenütt csúcsra járatás van. Én azt látom, hogy a kormányzatnak az a segítség, hogy a családokat segítek, egyre több gyerek születik Kőrösön, minden csoport túllépje a megengedett létszámot, tehát amennyivel lehet, addig mi engedélyezzük a csoport létszámokat, és ezért úgy látom, hogy szükség van új óvoda építésére és kiváltására, hiszen van olyan óvoda, mondom, amely kis kúriában van, de nem igazából felel meg a mai kor követelményeknek. Ja, még egy percünk a műsorból. Már eltelt a 10 perc. El. Szentgyörgy napi forgatag és virágvásár, tavaszköszöntő virágfesztivál. És rendezvények és nagykör. Így van, tehát nem csak a városközpontban és nem csak a városba kell eljönni, mert a Cifra kert a csónakázótól nagyon szépen néz ki. Oda különben egy gyönyörű új játszóteret fogunk csinálni, a nagykörös hajójával, de ez el fog készülni májusban. Majd oda föltétlenül jön. Így van, mert ez majd érdekelni fogja akár a ceglédi gyerekeket is, mert úgy hallom, hogy sokan át szoktak jönni, de ha másra nem, jöjjenek át szerintem a Szentgyörgy napi virágvására, akik szeretik a virágot, be tudnak vásárolni, de az Edda fog föllépni ezen a rendezvényen, az lesz a csúcszenekar azon a szombaton, ez 27-én lesz, de már 26-ától elindul a program, és a 28-át azért számoljuk ide, mert rengetegen érkeznek a nagykőrösi vásárba, ez a áprilisi vásár, ez szokott az egyik legnagyobb vásár lenni, ez április végén van, és én azt gondolom, hogy ha jó idő van, akkor akár 20 000 ember is el szokott jönni Nagykőrösre, parkolni nem egyszerű, de türelem van, és akkor megtalálja mindenki ott a számítását, szétnézhet a vásárban. Polgármester úr, köszönöm, hogy nálunk, hát jó munka. Én köszönöm az érdeklődést. Kedves nézők, ez volt már a háttér, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.